2500-an dolgoznak a nyíregyházi legógyárban. A nagyvállalat nyíregyházi telephelyén folyamatosan fejleszt, amihez munkaerőt is vesz fel. Az év elejé minimálbér emelés és a garantált bérminimum növekedése megemelte a nagyvállalat bérkiadásait. Egy ilyen intézkedés nyilván azt jelenti, hogy az alsó fizetési kategóriában lévő dolgozóknak a bérét hát közelebb toljuk a föntiekhez. Ezt a konzisztenciát, ezt az összetartást a saját bérrendszerünkben, minden vállalat így van ezzel, azt gondolom, csak úgy tudnánk megtartani, ha ugyanazt az emelési rátát alkalmaznánk mindenhol, ami viszont nyilvánvalóan nem kivitelezhető minden egyes munkakörre vonatkozóan. Éppen ezért valahol kompromisszumot kell kössünk, azért, hogy meg tudjuk őrizni a bérrendszerünknek valamilyen mértékben az összetartását, ehhez nyilvánvalóan további költségeket kell betegyünk, és azt kell tegyük, hogy olyan szinten tudjuk ezt megvalósítani, ami nyilvánvalóan segít a dolgozóinknak a megtartásában, ugyanúgy segít abban, hogy a piacon is versenyképesek tudjunk maradni. A gyártócégnél sok a fizikai munkás, főként operátori munkakörben alkalmaznak szakképzetlen dolgozókat, ahol eddig is alapvetően a mindenkori minimálbérhez közeli bérszinten tartották a fizetéseket, mondta el az igazgató. A műszak és túlórapótlékokkal, a béren kívüli juttatásokkal és egyéb támogatásokkal együtt a nettó fizetések tekintetében a céget már tavaly is a régió jól fizető vállalatai közé sorolták. 2016-ban gyártói kategóriában a legvonzóbb nagyvállalat címét nyerték el. Az idén a béren kívüli juttatások rendszere megváltozott, nem csak a munkaadóknak, de a munkavállalóknak is körültekintőnek kellett lenniük az év első hónapjában, hogy mit választanak, mert hogy maradtak adómentes kafetéria elemek és készpénzes lehetőségek is. Jelenleg is olyan változásokon kellett gondolkodjunk, illetve hát ezeket kellett figyelembe vegyük, hogy ami korábban divatos volt a dolgozók körében, azok például most egy magasabb adósába fognak esni. Megjelent egy új preferencia, nálunk egyébként a legnépszerűbb, alacsonyabb kategóriájú, adózási szempontból alacsonyabb szintű juttatási forma az a szép juttatás. Ez nagyon népszerű a dolgozók körében. Ha az adómentes juttatási kategóriákra gondolunk, akkor ott a távolsági bérleteknek a finanszírozása, ami igen népszerű, ezt most még jelenleg már, hogy 2017-ben adómentesen tudjuk. Ugye a tavaly bevezetett lakáscélú megtakarításoknak a finanszírozása, ami szintén adómentessába esik. Ez is egy népszerű juttatás. Ezen kívül a cégnél lehet havonta készpénzben 41 ezer forintot is kérni kafetériában, de az adózás alá esik, illetve kérni lehet az éves 100 ezer forintos készpénzes keretösszeget is. A Széchenyi pihenőkártya maradt összesen 450 ezer forintig évente, az Erzsébet utalvány helyett több dolgozó kéri a benzinpénzt és a lakáscélú támogatást. Az országos statisztikák szerint itthon 10-ből 4 cég nyújt béren kívüli juttatást.